A Minik szabadtéri koncertjével kezdődött a Dél-Dunántúli regionális fúvószenekar szekszárdi bemutatkozása. A DDRF egy projekt fúvószenekar, akik évente csak két alkalommal próbálnak együtt, és sosem ugyanabban a felállásban. Ez egy ötlet volt az egyik volt iskolatársammal, Tóth Ada Eszterrel, akivel nagyon szeretjük a fúvószenekart, a fúvószenét és mindent, amihez tartozik, a közösséget, az élményt, az együttzenélést, és egyszer kitaláltuk, hogy hát csináljunk már egy olyan zenekart, amiben, ahol lehetőségünk van arra, hogy nagyon komoly, nehéz és nagyon jó darabokat is el tudunk játszani, és akkor megkérdeztünk egy pár embert, hogy lenne kedvük velünk játszani, és ez aztán úgy alakult, hogy bár 35-en kezdtük, most már 110-en vagyunk a színpadon. Ezt 2015-ben kezdték el, akkor még csak felnőttekből állt a zenekar. Azóta már az utánpótlást is építik. Pár évre rájöttünk, hogy jó lenne, hogyha magunkhoz szoktatnánk a kicsiket is, és ők most éppen a hátunk mögött adnak egy koncertet, ők a DDRF Mini, ők most ebben az évben 50-en vannak, és nagyon cukik, és nagyon aranyosak, és nagyon-nagyon ügyesek. Hogy mit látok rajtuk? Hát a szemük csillogását, az az, amit lehet látni, amikor megszólalnak az első hangok, és akkor mindenki látszik, hogy öröm és boldogság van, és imádják, és ha vége van a próbának, akkor is leülnek, és együtt folytatják gyakorlatilag, mert nem bírnak betelni vele. A tábor szervezése az egy nagyon-nagyon nehéz történet, főleg anyagilag, mert az a filozófiánk, hogy nem szeretnénk, hogy bárki anyagi okok miatt kimaradjon a táborból, ezért a tábornak a részvételi díja az 5000 forint, és mi ebből az 5000 forintból gazdálkodunk, tehát most idén ebből kellett elutaznunk például Barcsra, meg Barcsol Keszthelyre, meg ma ide Szekszárdra. Éppen, hogy talán kijövünk ebből, de nem szeretnénk, hogy ez erről szóljon. Tóth Bence elmondta, a táborban zajló koncentrált munka, amellett, hogy nagy élmény, felért egy szakmai továbbképzéssel is. Ennek az együttzenélés a célja, ennek csak és kizárólag az együttzenélés a célja, az, hogy leülünk, nagyon-nagyon élvezzük azt a munkát, ami a táborban folyik, mindenki gyakorol, mindenki beleteszi mindenét, amit bele tud tenni, és akkor ez az, amit meg szeretnénk aztán a végén osztani a közönséggel is. A gyerekeknek mindenképpen azért ennek pedagógiai célzata is van, tehát ők nem baj, hogyha szokják a közönséget, és így csapatban természetesen ez sokkal egyszerűbb, mint hogyha egyedül kellene kiállni sok ember elé. A nagyoknál meg hát a közönség tapsa az nekünk az a megerősítés, amiről tudjuk, hogy ez nem csak nekünk tetszik, amit csinálunk, hanem másoknak is, és ezért nagyon várjuk, és hát ezt élvezzük a legjobban, amikor vége van a darabnak, és akkor halljuk, hogy igen, ez tetszett másoknak is. A nagyokkal próbálunk olyan széles repertoárt a közönség elé vinni, amiben mindenki megtalálhatja azt, amit szeret. Fogunk indulót játszani, nem történelmi indulót, hanem koncertindulót. Lesz egy Star Wars, egy Csillagok háborúja, egy 20 perces eredeti filmzene átirat, ami körülbelül úgy szól, mint tényleg az eredeti filmben. Lesznek könnyedebb átiratok, Frank Sinatra, lesz egy diszkós egyvelegünk, és hát még sok minden más is. Lesznek szóló darabok, például lesz egy fúvola szóló, meg egy eufónium szóló, amiben az az érdekes, hogy az eufónium hangszert talán sokan nem is ismerik itthon. Igyekszünk megfogni a közönséget, és a tegnapi koncert egyébként ezt ennek ékes példája volt, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok gratulációt kaptunk a közönségtől. Még a kuriózumoknál, ha tartunk, akkor lesz például egy ős bemutatónk is, az egyik fagottos zenészünk írt egy darabot, amit ma elő fogunk itt vezetni a világon először. A legjobb az, amikor elkezd szólni a zenekar gyakorlatilag magától, és mindenki pontosan ugyanazon a hullámhosszon mozog, és ugyanazon a hullámhosszon rezeg, ami nyilván 110 embernél azért nem egy egyszerű feladat. De ez tegnap is és eddig is mindig is sikerült, úgyhogy nyilván, hogy ez lesz, és utána az az óriási öröm és feltöltődés, amivel azt mondjuk, hogy ez most nagyon jó volt.